A meccs előtt 2 ponttal állt jobban a tabellán a kisvárdai csapat, amely 3 pontért utazott Zalaegerszegre. A vendégek már a 8. percben megszerezték a vezetést, Cseri talált a hazai kapuba. A támadó a 29. percben újabb gólt lőtt, a félidő utolsó percében pedig Grumis növelte 3 gólosra a kisvárdai előnyt. Mivel a 2. félidőben már nem történt jelentősebb esemény, Révész Attila együttese magabiztosan nyerte meg a mérkőzést. Másabb játékot választottunk, mint az elmúlt időszakban. A siker mégis magabiztosabbnak tűnt. Ennek ellenére nem volt az ilyen könnyű mérkőzés. A játékunkon azért kellett alakítani, mert az zalaegerszegi legutóbbi 2 mérkőzésünkön nagyon nagy labdabirtoklási fölényünk volt, mégis vereséget szenvedtünk. Most viszont egy picit visszabáltunk, és mélységből próbáltunk meg feljutni a kapujukhoz, mint az első félidő eredménye mutatja, ez nagyon hatásos volt. A másodikban pedig vártuk, hogy 3-0 után kockáztatni fog az zalaegerszeg. Ezt nem tette meg, és egy kicsit ellaposodott a mérkőzés, de mi nem akartunk többet. Nekünk a 3-0 az megfelelő, ugye 3 pontot eredményezett. A forduló további eredményei a következők: Nyíregyháza Spartakusz, Soroksár 1-1, Cigánd Szeged 3-0, Vác Sopron 0-1, Cegléd Kozár Mislen 2-2, Dorog Budaörs 3-0, Mosonmagyaróvár Puskás Akadémia 2-1, Grosics Akadémia Balmazújváros 1-1, Csákvár Békés Csaba 3-1 és Siófok Szolnok 0-1. A tabella élén a 24 pontos Kisvárda áll, megelőzve a 23 pontos Balmazújvárost és a 21 pontos Nyíregyházát. A hétvégén a válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt nem rendeznek fordulót az NB2-ben. Nagyon komoly állóképességi fejlesztésen fogunk most keresztül menni. Több olyan játékos van, akik az utóbbi időben kevesebbet szerepeltek, és még szeretném, hogy egy-néhány játékosunk elsősorban a védelembe nagyobb támogatást tudjon adni a középpályának a támadások során, ezért még számukra külön speciális edzéseket is fogunk vezényelni. Mindenképpen szeretnénk többek lenni a hátralévő 8 fordulóban. A Kisvárda legközelebb október 16-án vasárnap a Mosonmagyaróvárt fogadja a Várkerti pályán.